Kis focistáktól volt hangos az erdélyi Püspök utcai óvoda, mivel fiúk és lányok a Bozsik program évzáró rendezvényén rúgták a labdát. Az idei programban 9 iskola és 5 óvoda vesz részt, azonban tegnap a legkisebbeké volt a főszerep. A labdavezetés és a labdaterelés lenne nagyon fontos, hogy jól működjön az óvodásoknál. A társ még nem jelenik meg, mert ilyenkor még a labda és a labda és a gyermek közötti szerelem, ami ilyenkor igazából megjelenik. Az a legfontosabb, hogy járjon, szeressen, minél többet mozogjon, és próbálja meg terelgetni a labdát. Ez a legfontosabb ebben a korosztályban, hogy ez megjelenjen és jól működjön. Már több éve nagy sikere van ennek a sportágnak a fiatalok körében. Az óvodások heti egy, míg az iskolások 2 alkalommal sajátítják el a futball alapjait és annak technikáit. Papné Gruber Erika a rangadó forgatókönyvére is kitért. Itt az óvodában 5 fős csapatokba fognak játszani a gyerekek, forgó színpadszerűen egymás után. Nagyon várják, nagyon izgatottak, mert imádnak focizni. Ugye ez a mozgásukat, az ügyességüket fejleszti, és a mai gyereknek ugye nagyon sok mozgásra van szüksége. Mint kiderült, vannak olyan fiatalok, akik komolyabban szeretnének foglalkozni a futballal. A gyermekek a rangadók után a jól megérdemelt éremmel és oklevéllel, valamint ajándékokkal tértek haza. Most mindenkire a nyári pihenés vár, hogy szeptembertől újult erővel tudják a tanévet és a Bozsik programot megkezdeni.